Sziasztok! Újra itt vagyok egy előadással, hogyha hívhatjuk annak, és én úgy gondoltam, hogy a mai nap megosztanám veletek, amit én az öt legnagyobb diétás hibának tartok. Tehát az öt legnagyobb hiba, amit egy diétás szakaszban, egy diétás periódusban csak el lehet követni, sorrendben lesz. Tehát az ötödiktől haladok az első felé, az ötödik az, amit úgy nagy nagyjából mindenki elkövette, a többség elkövet, és az első pedig a leges legnagyobb hiba, tehát én úgy gondolom, hogyha nem sikerül a diétád, valószínű, hogy mind az ötöt elköveted, de legalább egyet vagy kettőt, ha nem sikeres a diétád, az első biztosan elköveted az ötödiket, csak nagyon valószínű. Tehát mindenféle körítés nélkül bele is kezdenék. Az ötödik diétázási hiba az az, hogy nem reális elvárásokat társítunk a fogyásunkhoz, tehát nem, reál, nem reális elvárásokkal kezdjük el a diétát. Amikor valaki azt mondja nekem, például megkeresnek, és azt mondja nekem az illető, mondjuk 10 kilót szeretne leadni, akkor, vagy 10-et kerekítsünk 10-re, én azzal kezdem, hogy jó, akkor ez egy 20 hetes diéta lesz. És akkor általában szokott jönni a kérdés, hogy hát, de hát, de hát szerintem 10 kilót le lehet fogyni 10 hét alatt. Valóban le lehet fogyni 10 kilót 10 hét alatt, sőt, 5 hét alatt is le lehet fogyni, de 10 kg zsírt nem lehet lefogyni 5 hét alatt, sőt 10 kg zsírt aztán 10 hét alatt sem lehet lefogyni, nyilván extrém példáktól eltekintve. nem arról beszélek, hogy nem lehet ennyit lefogyni, hanem arról beszélek, hogy extrém energia befektetés nélkül, az anyagcserénk lelassítása nélkül, izomvesztés nélkül, óriási energiák és, és ö, mentális megterhelés nélkül, valamint rettenetes időráforítás nélkül nem lehet ezt megtenni a reális fogyási sebesség az valahol 20-30, legyen 50 dek a hetente zsírról beszélek továbbra is, nem súlyról. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én 3 kilót le tudok fogyni egy hét ad, én is le tudok fogyni 3 kilót egy hét alatt, sőt két nap alatt is letörök fogni fogyni 3 kilót. Tehát zsírt nem lehet lefogyni ennél gyorsabban, ezt tudomásul kell venni. 500 kalóriás deficittel számomra naponta, ami egy nagyon kemény diétázást jelent, vagy egy kevésbé kemény diétázást, és rengeteg kardiót jelent, vagy ugye aktivitást jelent naponta. Ezzel össze tudunk hozni kb. 3500 kalóriás deficitet ugye heti 6-7 nap alatt, és ez egy fél kilogramm testzsírnak felel meg, tehát azt azért tudnunk kell, 7000 kalóriás deficitbe kell lennünk 7 nap alatt, ahhoz, hogy egy fél kilogramnyi testzsírt égessünk el. Ismét mindenkinek feljön el a figyelmét, hogy különböztessük meg a súlyvesztést, a zsírvesztéstől senkinek nem lehet a célja az, hogy súlyt akarjon veszíteni, kivéve, ha valaki 250 kg és az életbe maradáshoz tök mindegy miből, és a súlyt kell veszítenie, hogy ugye kisebb terhelés érje a szervét és a testét, de egy normális emberi lénynek, aki mondjuk a 20-30, akár 50, tehát akár 50 kg felesleg is van, ami azért brutális mennyiség, ebben a kategóriába eső embereknek nem lehet célja pusztán a súlyvesztés, mindenképpen a súlyvesztésnek zsírvesztésből kell származnia, és a zsírvesztés az mindig sokkal lassabb, mint a súlyvesztés. Azért ez nagyon fontos lenne végre megérteni. Tehát, aki azt mondja, hogy ő 20 kilótól szeretne megszabadulni, én azzal szoktam kezdeni, nyilván diétás szünetek tervezett beiktatása mellett, ez körülbelül egy 40-45 hetes diétát fog igénybe venni, ami egy nagyon hosszú folyamat, de ezt tudomásul kell venni. Ismételten elmondom utoljára, ez nem azt jelenti, hogy 20 kg nem lehet 47-nél rövidebb idő alatt lefogyni, hanem azt mondom, hogy reálisan az emberek 99%-a nem lesz képes 20 kg-nyi zsírtól megszabadulni. 40-57-nél rövidebb idő alatt ezt el kell fogadni, az ellen nincs mit tenni, ez van. A negyedik ö, 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 diétás hiba, amit szinte mindenkinél látom, hogy elkövetnek, az a csaló napok beiktatása. Csaló étkezések beiktatására szükség lehet, főként mentális szünetet adni a testnek, azért ennek valódi anyagcsere pörgető hatása azért lássuk, hogy nincsen, tehát azért ezt a dogmát, ezt azért romboljuk már itt le gyorsan. Nem fogja felgyorsítani az anyagcserét az, hogyha te csaló étkezéseket tartasz, nem fogsz gyorsabban fogyni azáltal, hogy te csaló étkezéseket tartasz, ez nem így működik, de elvitathatatlan előnyei vannak annak, hogyha az ember pici szüneteket, értsd, egy kicsit magasabb kalóriás napokat iktad be a diétába, magyarul kijövünk a deficitből heti egy-két napra. Kijönni a deficitből az nem csalónapot jelent, hanem csaló étkezést. Mi a probléma a csalónappal? Elmondom nektek ezt számokban nézve, ugye az előző példából az előző példát kiragadnám ismét, tehát mondjuk kb. 500 kalóriás deficitbe vagyunk benne naponta, és ezzel elérünk egy heti fél kiló stabil zsírvesztést ami ugye azt jelenti, hogy napi 500 kalóriás deficittel 3500 kalóriás deficit hozunk össze a hét végére. Ha egy hetedik napon, mondjuk vasárnaponként beáldozunk egy napot, és új, azt mondjuk, hogy aznap nem leszek deficitbe, és tartok egy csaló étkezést, és ezzel a csaló étkezéssel mondjuk elérem a szinten tartó kalória bevitelemet, ami körülbelül 500 kalóriával lesz több, mint a többi nap tehát 500 kalóriával fogsz vasárnap többet enni, ez kb. egy közepes méretű csaló étkezésnek felel meg, akkor aznap nem leszel deficitbe. Nem es a kalória többletbe, tehát nincsen itt ezzel semmi probléma, itt egész egyszerűen egy napnyi deficitet kiveszünk a diétából. A napok alatt elérhető súlyvesztés, vagy a napok alatt elérhető zsírvesztés, ez grammokban mérhető, tehát semmilyen hátrányunk nem származik abból, hogyha egy nap nem vagyunk deficitben. De 3000 kalóriás deficitbe leszünk 6 nap alatt, azért ezt ugye ki lehet matekozni, és ugye a hetedik napot beáldoztuk, de ha te a hetedik napon csalónapot tartasz, és az a csalónap úgy néz ki, mint ahogy nekem kinézett, meg ugye többségnek kinéz, ugye, az, hogy reggeltől estig meleg szendvics, pizza, fagyi, csoki, kóla, chips, mozi, popcorn, tehát tartasz egy ilyen csalónapot, nagyon-nagyon-nagyon könnyedén túl tudod enni a szinten tartó kalória beviteledet, 3000 kalóriával. Könnyedén. Egy embernek, akinek mondjuk egy átlagos nőnek, akinek 1500-1800 kalóriás szinten tartó bevitele, vagy egy átlagos férfinak, akinek 2000-2500 kalóriás szinten tartó bevitele, az nagyon-nagyon könnyedén meg fog tudni enni egy csaló napon mondjuk 5-6000 kalóriát És ezzel közel 4000 kalóriával fogja túllépni a szinten tartó kalória bevitelét. Mi ezzel a probléma? 6 nap alatt, 3000 kalóriányi deficitet hoztunk össze, majd a hetedik napon 4000 kalóriányi többletet fogyasztunk el a szinten tartó kalória bevitelünkön fölül. Mi fog tehát történni? Semmi vagy még akár hízhatunk is. De legjobb esetben csak lenullázzuk a hatnapos diétánkat. Ezért fordulhat elő az, mikor valaki megkeres azzal, hogy de hát én hat napon keresztül kőkeményen diétázok, és kardiozok, és éhezek, és nulla szénhidrát, és kettó, és más egyéb maraságok. Na de hát ugye jön a csalónap, hát azért be kell pörgetni az anyagcserét, de de nem fogyok. Na hát esetleg a kalória balansz, az energia egyensúly heti szintre kivetítve sajnos pozitív értéket fog mutatni, diétálsz akármilyen keményen 6 napon keresztül, ha a hetedik napon több kalóriát fogyasztasz a szinten tartom fölül, mint amennyit az előző 6 napban ugye deficitbe összeosztál, akkor minimum nem fogsz fogyni, de rosszabb esetben még hízhatsz is, pedig te csak egy csalónapot tartasz. Ne essünk bele ebbe a hibába. Lehet csalónapozni, lehet csalóétkezéseket tartani, de ez nem jelenti azt, hogy korlátlanul bármennyi kalóriát elfogyaszthatunk ezen a csalónapon, vagy ezzel a csalóétkezéssel. Az én szabályom az, minden kliensem számára, ezt mindenki tudja ugye konfirmálni, aki aláírja esetleg a videó alá, mindenki azt a szabályt szokta kapni, heti egy csaló étkezés, három kitétellel. Mindig, az é mindig a nap utolsó étkezése kell, hogy legyen a csalóétkezés, ez nagyon fontos. Bárki, aki már kipróbálta, bárki, aki kipróbálta azt, hogy a csalóétkezés a reggelie legyen, vagy az ebédje, az fogja tudni, miről beszélek, Nincs az az Isten, hogy te a csaló étkezésed után a nap hátralévő részében be fogod tartani a diétádat. Ez kizár dolog, én ezt megpróbáltam már több ezerszer, és bevallom nektek, hogy még soha életemben egyszer sem sikerült visszatérnem a diétás étkezésemhez, azután, hogy becsaltam. Nagyon fontos, ha a nap utolsó étkezése a csaló étkezés, akkor jól lakottan fogunk lefeküdni, jól fogunk aludni, sokkal jobban fogunk magunkat érezni másnap reggel, mikor felkelünk, sokkal jobban fog működni a másnapi edzés, tel leszünk energiával, szénhidrátokkal, egy jó kipihent állapotban fogunk a másnap az edzőterembe menni, plusz nincs időnk még többet fogyasztani, mint egy étkezés, nem lesz egy második, meg egy harmadik étkezésünk, mert megyünk aludni a csaló étkezés után, a másik ilyen szabály, nőktől, ugye nő és férfiaknál más kalória bevitelt szoktam előírni, általában azt szoktam mondani, hogy a csaló étkezés 5-600 kalória legyen nőknek, férfiak felmehetnek 1000 kalóriáig is általában. Persze ez az azt megelőző 6 napos deficit diktálja, hogy mekkor lesz majd a csaló étkezésünk. de körülbelül ezt a szabályt, ha a többsége, nézők többsége betartja, akkor nem fog igazán mellé lőni, tehát heti egy csaló étkezést iktassatok be a diétátokba, hölgyeknél általában 500 kalóriás limittel, férfiaknál 1000 kalóriás limittel, a nap utolsó étkezés legyen, és van még egy szabályom, hogy a csalóétkezés is kell, hogy tartalmazzon adekvát mennyiségű fehérét. Tehát ez azt jelenti, hogy minimum 20-30 g fehérét tartalmaznia kell a csalóétkezésnek. Tehát a, a pizza kóla az nem igazán fog működni, mert abban nem lesz fehérje. Vagy egy bödön fagyi az nem igazán fog működni, mert abban szintén nincs fehérje, vagy 12 muffin sem fog működni, mert abban sincsen fehérje nyilvánvaló, hogy ezeket is meg lehet enni, ezeket is el lehet fogyasztani a csaló étkezésként, hogyha befértek ugye a kalóriákba, de én azért mégis szeretném azt, hogy ennek az étkezésnek is legyen valami értelme azon fölül, hogy csak simán egy kis mentális szünetet ad nektek, vagy jól fogtok tudni utána aludni. Tehát azért ez az étkezés is tartalmazon fehérjét, hogy miért, ez egy másik videó témája, tartalmazzon fehérjét, pont ennyi, higgyétek el, hogy kell, hogy tartalmazzon legalább 20-30 g -nyi fehérjét a színzsátok és ugye a zsírok mellett. A harmadik hiba... Amitől egyszerűen megőrülök, és ideges kapok már lassan. Komolyan mondom, hogy minden nap ezzel szembesülnök kell, hogy mindenki azt hiszi, hogy diétában tisztán kell étkezni. Na, először is, nincs ilyen, hogy tiszta étkezés. Másodszor, mi a bánat az a tiszta étkezés? Komolyan mondom, nem tudom elhinni, hogy ez a tiszta étkezés egyáltalán elterjedt a köztudatba, és hogy az emberek a szakértők, a, a, az edzők, a sportolók, a testvérek miért nem szólalnak fel ez ellen? Nincs ilyen, hogy tiszta étkezés. Van az étel. Minden étel, minden étel ugyanabból a három tápanyagból fog állni. A pizza is fehérjéből, szénhidrátból és zsírokból áll. A muffin is fehérjéből és szénhidrátokból és zsírokból áll a sült krumpli is fehérjéből és színhidrátokból és zsírokból áll, csak ezeknek a három makrotápanyagnak az aránya ételről ételre változik. Attól még, hogy esetleg a célunknak nem megfelelő makrotápanyag arányokkal rendelkezik egy élelmiszer, mondjuk egy ételnek rendkívül magas a zsírtartalma, és alacsony a fehérje tartalma, és emiatt magas a kalóriatartalma, akkor ez nem lesz egy diétás étel értelemszerűen, mi a bánatnak akartok zsírt tenni a zsírból, maximum testzsír lesz, semmi más, a zsír nem energiaforrás, a zsír nem tölti vissza a glikogénraktárakat, a zsír nem ad energiát az edzőterembe, a zsírből nem épül semmi, csak testzsír. Tehát egy ilyen étel, mondjuk semmilyen előnyel nem fog, ö, ö, szá, semmilyen előnyel nem fog számunkra ö, szolgálni, mondjuk diétában, de ez nem azt jelenti, hogy ez az étel nem... Tiszta! Ez azt jelenti, hogy az adott időpontban, az adott körülmények között számunkra a mi célunknak megfelelően ez az étel nem jár előnyel. Ez nem jelenti azt, hogy az étel nem jó, vagy nem szabad megenni, vagy káros. Fejezzük már be az ételek démonizálását. Itt nem erről van szó. Vannak az adott periódusban, az adott diétás szakaszban számunkra előnyös ételválasztás ami azt jelenti, hogy nagy térfogat, alacsony magas tartalom, magas fehérjetartalom, közepes, magas szénhidrátartalom, alacsony zsírtartalom. Ezek az ételek, bármi, ami ebből a kategóriába beleesik, ezek az ételek számunkra előnyösek lesznek diétában, míg bizonyos ételek, mint mondjuk egy muffin vagy egy pizza, ami ugyanazokból a makrotápanyagokból áll, mint a tiszta étkezés, csak más arányokban, jóval alacsonyabb fehérretartalom, tartalom, jóval magasabb tartalom, jóval magasabb zsírtartalom, és ebből adódóan a kis térfogathoz rendkívül magas kalóriatartalom fog párosulni. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket az ételeket nem szabad megenni. Fogjuk már fel, a pizza is ugyanabból a három makrotápanyagból áll, mint a csirke meg a rizs, csak az arányok mások, csak az arányok mások. Tehát egész egyszerűen még az egyik szolgálni fogja a mi táplálkozási céljainkat abban az adott periódusban, vagy abban a szakaszban, addig a másik étel kategória, vagy ételválaszték, az nem fogja szolgálni a céljainkat, mert nem tartalmaz elegendő fehérjét, mert túl sok zsírt tartalmaz, mert túl sok kalóriát tartalmaz, nem telít, nem laktat, hamarabb leszünk éhesek, nem fogjuk tudni feltartani a kalórideficitet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az étellel van bármi probléma, hanem számunkra az adott időpontban, az adott szakaszban, az adott diétázási periódusban annak az ételnek az elfogyasztása nem járna akkor előnyel, mint a másik fajta ételnek az elfogyasztás. Ez nem jelenti azt, hogy az étellel van a baj, hanem számunkra nem lenne előnyös azt elfogyasztani, ez nem ugyanaz. A második hiba, hát az nem is tudom igazából erre a magyar kifejezés mi lenne, de azt az angol úgy mondja, hogy be proaktív, be reactive, not proactive. Ami azt jelenti, hogy mindig reagáljunk a testünkre, mindig reagáljunk arra, hogy a testünk reagál a diétára, és ne próbáljunk meg egy lépéssel a testünk előtt járni. Elmagyarázom, hogy ez a gyakorlatban hogyan is néz ki. Leírunk egy tervet kezdünk 2000 kalóriával mondjuk a diétánkba, ezáltal fogyunk mondjuk fél kilót egy pár hétig majd, eljön mondjuk a harmadik hete a diétának, vagy a második hete, és azt mondjuk, hogy levágjuk 1800-ra. Majd elérkezik a diétán ötödik hete, és levágjuk 1500-ra. De miért tettük ezt? Megállt a fogyásunk? Ö úgy gondoltuk, hogy egyszerűen nekünk még több ö, deficitre van, még nagyobb deficitre van szükségünk. Nem, egész egyszerűen elterveztük, hogy így fogjuk csinálni a diétánkat, és végcsináljuk anélkül, hogy hallgattunk volna a testünk jelzéseire. Vagy egész egyszerűen ugyanez lefordítható az edzésben is, tehát eltervezzük, hogy így és így és így fogunk edzeni a következő négy hónapban, és azt végig csináljuk, függetlenül attól, hogy a testünk mit reagál, a testünk mit jelez, jön-e a kis könyökfájdalom, jön-e a csuklófájdalom, fáj -e a vállunk, az izomlász hogy néz ki, működik-e a progresszív terhe, és tudunk emelni a súlyokon, vagy esetleg csökkennek is, ezeket nem vesszük figyelembe, mert nekünk van egy tervünk, és azt végigvisszük. Nagyon fontos, hogy reagáljunk arra, ahogyan a testünk reagál a diétára. Ne pedig egy lépéssel előre megtervezzük a diétánkat előre 12 hétre, és azt fogjuk mindenáron áron csinálni, és eltervezzük, hogy 500 kalóriával, 200 kalóriával, 150 kalóriával levesszük, majd a negyedik héttől hozzáteszünk egy óra aerobot, fél óra kardiót, és kész a program, ez nem így néz ki, diétát nem így tervezünk. A diéta elkezdődik egyfajta étkezéssel, a diéta elkezdődik egyfajta étel, ételválasztékkal, a diéta elkezdődik egyfajta, egy szintű napi aktivitási szinten, mondjuk, mondjuk 8000 lépés naponta, van egy edzéstervünk és van egy kalória bevitelünk, mondjuk 2000 kalória az első héten, és adunk időt a testünknek. Nem úgy nézám ki, hogy a harmadik nap nem indul meg a súlyunk, és akkor jaj, az egész diéta rossz. Nem. Adunk a testünknek időt arra, hogy erre reagáljon, ez 7, 10, 14 napot vesz igénybe. Igen, 2 hétig ragaszkodni kell ehhez a tervhez, és majd két hét vagy 10 nap letelte után reagálunk arra, ahogyan a testünk reagált az azt megelőző 10-14 napra, és annak megfelelően módosítjuk a tervet, annak megfelelően módosítjuk a diétát, és annak megfelelően módosítjuk az edzéstervet tervet és kalóriabevitelünket. Nagyon-nagyon fontos, hogy reagáljunk arra, ahogyan a testünk reagál a diétára, és ne pedig előre próbáljuk megtervezni azt, hogy mi hogyan is fogjuk végigcsinálni ezt a diétát, és ezáltal nem figyelünk a testünk jelzéseire. És akkor ezáltal, és ezzel el is érkeztünk az első hibához, a legnagyobb hibához, amit mindenki elkövet, aki sikertelen a diétába, az az, hogy nem követjük számon az energiabevitelünket. Én egyszerűen nem bírom felfogni, hogy emberek úgy képesek diétázni, hogy hát most akkor fél órát kardiózok, meg nem eszek szénhidrátot, 50 g szénhidrátot, teszek meg 200 g fehérjét, azt majd lesz, ami lesz. És akkor honnan tudod, hogy az energia egyensúly negatív? Honnan tudod, hogy kalórireficitben vagy? Mert a magazinok azt mondták 20 éve, vagy az edződ azt mondta, hogy ha fél órát kardiozol, akkor kurva élet, hogy te deficitbe leszel. Nem leszel deficitbe azáltal, hogy te fél órát kardiozol, nem leszel deficitbe azáltal, hogy te kevesebbet eszel, rohadtul nem leszel deficitbe azáltal, hogy te elhagyod a szénhidrátokat, és prohatul nem leszel attól még deficitbe, hogy éhes vagy, meg enervált, vagy meg nem eszel szénhidrátot, meg két órát kardiozol, mert ezeket is bőven túl tudod enni fehérjéből és zsírokból, vagy szénhidrátokból, vagy bármiből. Amennyiben nem számolod a kalória beviteledet. A zsírégetésnek alapja, a súlyvesztésnek az alapja a negatív kalória mérleg. Honnan a bánatból tudod, hogy negatív kalória mérlegbe vagy, ha nem követed a kalóriáidat? Most tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hát én még sose számoltam a kalóriáimat, és mégis le tudtam fogyni, mert 200 gram felélítettem, meg 50 gram az azért van, mert neked sikerült vaktában is eltalálni azt a kalória bevitelt, ami neked deficit volt a többségnek, ez nem fog menni, mint mondjuk egy normális embernek, mint mondjuk nekem, aki szeretek enni, nem szeretek ám éhezni, ha nekem azt mondod, hogy érzésre, érzésre lőjem be a kalória deficitemet, kurva élet, hogy sokkal többet fog enni, mint amennyit kellene, mert nem, egyszerűen szeretek enni, nem szeretek éhezni, nem akarok éhes lenni, utálok éhesnek lenni, és biztos, hogy a tiszta ételekből is sokkal többet fog enni, mint amennyit kellene. És hogyha megáll a fogyásom, mert tegyük fel, hogy még el is kezdődne a fogyásom, anélkül, hogy számolnám a kalóriáimat, magyarul hasraütésszerűen elkezdek enni valamennyit, és imádkozom az égiekhez, hogy ez a valamennyi ez deficit legyen, előbb-utóbb mindig eljön az a pont, amikor az a deficit, ami a diéta első hetében deficit volt és fogyást okozott, az a diéta 8., 6., 10., 12. hetében már nem lesz deficit, mert ugye csökkent a súlyunk és ahhoz adattálott a teste energia háztartása, akkor honnan fogod tudni, hogy te 10 hét után kevesebbet eszel, mint 10 héttel azelőtt. Ja, hát hogy elveszel majd valamennyit a, a, az ételekből, ugye, ha minden nap ugyanazt teszed. De mi van akkor, ha te egy normális ember vagy, aki nem akar minden áldott nap ugyanazt tenni? Mert én biztos, hogy soha nem diétáznék úgy, hogy minden áldott nap ugyanazt tegyem. Most nyilvánvaló, hogy azért nagyjából ugyanazt teszem minden nap diétát, ez teljesen egyértelmű, de ez nem azt jelenti, hogy szó szerint minden nap ugyanazt teszem. A variálom a szénhidrát forrásaimat, variálom a fehérje forrásaimat, ez egy külön zsírforrás, ugye az nincsen, és azért ezeknek mindegyiknek más lesz a kalóriatartalma. Nem mondhatom azt, hogy az, az egyik héten két szelet kenyeret eszek majd a következő héten egyet, mert lehet, hogy azt az egy szelet kenyeret másfajta kenyérből fogom elfogyasztani, aminek jóval magasabb kalóriatartalma, tehát lehet, hogy az az egy szelet kenyér több kalóriát fog tartalmazni, mint az azt megelőző héten a két szelet kenyér. Ezt nem fogom tudni, csak is akkor, ha vagy minden áldott nap ugyanazt teszem, és ez soha nem fog velem megtörténni, ezt garantálom, vagy számolom a kalóriákat. Az, hogy te lecsökkented a szénhidrátot, meg hozzáadsz két óra kardiót, meg elveszed a zsírokat, ez nem jelenti azt, hogy te kalória deficitbe leszel, mert a test sajnos úgy működik, most ehhez nem fogok ö, komolyabb tudományos dumába belemenni, mert úgyse érdekel senkit, meg meg se senki. Minél restriktívebb a diéta, tehát minél több korlátozást iktatunk be a diétákba, az emberi elme működéséből adódóan mindig megpróbál valahogyan máshonnan kompenzálni. Minél jobban levágod a szénhidrátot, annál jobban akarod majd enni a szénhidrátokat, plusz a zsírokat, plusz a fehérjéket minél többet kardiózol, annál kevesebbet fogsz mozogni a nap hát másik 22 órájában, és ezáltal a NEAT levelet fog csökkenni, és emiatt egész egyszer nem leszel deficitbe. Tehát nem az a megoldás, hogy orba szájba kardiózunk, nem az a megoldás, hogy elveszük a szénhidrátot az ételünkből és az étrendünkből, és akkor találomra imádkozunk, hogy majd kalória deficitbe legyünk. Egész egyszerűen az az egy módja van annak, hogy mindig meggyőződjünk arról, hogy kalória deficitben vagyunk-e és a diétánk sikeres lesz -e, az az, hogy pontosan tudjuk és követjük és számoljuk a kalória bevitelünket. Ez az elsődleges hiba, ez a legnagyobb hiba, a legeslegelső számú hiba, amit mindenki elkövet. Ha nem fogysz, ha nem működik a diétád, akkor túl sok kalóriát fogyasztasz. Nincs más mód, nincs más ok, nincs más probléma nem lehet, hanem fogysz. Túl sok kalória érkezik be a testedbe, nem érdekel, hogy mit eszel, nem érdekel, hogy mennyit kardiozol, nem érdekelnek a makróid, nem érdekel, hogy mennyi szénhidrátot fogyasztasz és mennyi zsír, hanem fogysz, túl sok kalória jut be a testedbe, és az egyetlen, egyetlen kizárólagos oka annak, hogy ez megtörténik, az az, hogy te nem számolod pontosan a kalóriáidat. Ne kövessétek el ezt az öt hibát, Szóval, ne legyenek irreális elvárásaitok a fogyással kapcsolatban, ne tartsatok csalónapot korlátlanul ne zabáljátok tele magatokat, és ezzel lenullázzátok az azt megelőző 6 nap deficitjét, ne gondoljátok azt, hogy tisztán kerétkezésné és tiszta ételekből akármennyit el lehet fogyasztni, mert ez nem így van. Ne! tervezzétek meg a diétátokat előre 12 hétre, és vigyétek véghez ezt a tervet, hanem mindig arra reagáljátok, ahogyan a testetek reagál a kalóriadeficitre, ahogyan a testetek reagál az edzésre, és a testetek reagál a diétára, és a legesleges, -leges legfontosabb, a legeslegelső pont, a legfontosabb mondani valója ennek az egész videónak az, hogy diétában mindig számoljátok a kalória beviteleteket, mert ez az egyetlen titka, az egyetlen módja és az egyetlen módszere annak, hogy mindig meggyőződjetek arról, hogy kalória deficitben vagytok. Remélem tanultatok valamit ebből a videóból, tudom, hogy a többségnek semmi újat nem mondtam, de akinek igen, az jegyezze ezt meg, tanulja ezt meg, alkalmazza és mindenkinek sikeres diétázás. Kívánok, sziasztok!